videóba, nehogy véletlenül elszaladjatok. Ma estéhez nektek jó szórakozást, mindenféle balesetmentes dolgot. Természetesen ön is meg van hívva erre a szertartásra. Én egyelőre készítenék, és akkor utána meglátjuk. Lehet, hogy ott én megégetem kellőképpen magammal. De itt mi nem fogunk megégni. Jól van, csak vicceltem. Én is. Az a lényeg, érezzétek jól magatokat, és akkor utána majd karikázzatok arra. Jó, Tibikép, köszönjük a pár, minden esetben, mert nem volt egy egyszerű dolog. Egy kérdés, még ha nem haragszol, őlik komoly. 2 évvel ezelőtt ide lettek rendelve a tűzoltók, most mi annyira rendesek voltunk, hogy most nem kellettek? Nem, hát esett reggel, meg este az eső, azt gondolom, hogy azért most nehéz lenne, meg szerintem az ott egy Tisza parti program keretében ment, ha jól emlékszem, igen, akkor parti túrát tartottunk, csak most nem akartunk az éjszakai piacra rászervezni. Ha valaki egyébként úgy érzi, hogy a csapat összeállítana egy ilyen baráti vetélkedőre egy csapatot, akkor jövő itt szombaton lesz a Műkház most tölti az 50. születésnapját, úgyhogy ott is várunk szeretettel mindenki. Igen, Facebookon plakátot megtaláljátok, és akkor alapvetően egy esti kis szórakozáshoz, meg egy délutáni ilyen kis versengéshez nagy szeretettel várunk titeket, úgyhogy éjszakai piacon is, itt is, étkezés közben is érezzük. Akkor ehhez még azért hadd csatlakozzak, ha már egy meghívást láthattál. Ezt, hogyha gondolod, bár mi erről beszéltünk, de nem vagyok biztos benne, hogy emlékszel rá, hogy ennek az egésznek a létrejötte, meg itt én úgy hívom a körülöttünk lévőket, hogy a Világmagyarsága klubja. Van egy olyan heti lap Magyarországon, amit úgy hívnak, hogy Világmagyarsága. Az egyetlen egy, ami nem párt, nem cenzúrázott, stb. De neki a főszerkesztő tulajdonosa ott áll a balodon, és szerintem, hogyha megkéred még ezt a vetélkedőt, meg a művelődési ár dolgot, így beleteszi a jövő hetet. Jó. Jó. Hát, ha úgy alakul a dolog, hogy lesz valakinek. Jó, Facebookon fent van, de akkor, hogyha átküldjük e-mailen, és akkor meg lesz szerintem úgy szerkeszthető. Már mint úgy értem, hogy akkor könnyedén beilleszhető esetleg. Jó. 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 Úgyhogy 50. születésnapját ünnepli a művelődési ház. Nagyon büszkék vagyunk rá. Most egy játszóházat fogunk majd megnyitni, innen próbáljuk szépíteni, fejleszteni a dolgokat, úgyhogy a gyerekek, ők nagyon fontosak, mert velük könnyedebben be lehet csalni a régebb óta fiatalokat, és ahogy szoktuk a magunk korabelieket nevezni, próbálunk fiatalok maradni. Hangosabban. Ja, elnézést a... Hát az elejétől nem kezdem, de éppen jövő héten lesz majd a művelődési házban egy jó kis program. Most 50 éves a művelődési ház. Igazából vannak állandó kiállítások, vannak időszakos kiállítások, azt gondolom azok is érdekesek, szépek tudnak lenni, hogyha pláne, hogyha valaki még először látja ezeket, és hát nagyrészt helyi vállalkozó kedvű fiataloknak, meg régebb óta fiataloknak a művei vannak kiállítva. Játszószobát nyitunk meg, illetőleg egy baráti betélkedő keretében, utána egy kis zenés program, és akkor bízunk benne, hogy mindenki jól érzi magát. Amikor pedig még egyszer karikáztok fel, az éjszakai piachoz mindenkinek jó szórakozást, előtte itt lesz egy remények szerint fogyasztható és finom vacsora, úgyhogy várunk szeretettel titeket majd. Jó? Köszönjük! Az újabb tagsággal megjelent a tűzoljárásra? Tessék beállni a körbe. Igen. Most a fölkészítés zajlik, és enélkül nem vágnék neki. Ehhez a bizonyos történelmi összefoglalóhoz, amit az előbb abba hagytunk, hozzátartozik, hogy az a bizonyos történelem, amit velünk tanítottak, sajnos az nem igaz. Tehát úgy, ahogy van, szerintem nagyon kevés, jó, hagyjátok egyelőre, mert nagyon kevés
tartalom az, amire el lehet mondani, hogy igaz. És három, azaz három olyan tény van, ami ezt alátámasztja. Az egyik az, hogy a nagyon okos és magyartalan tudományos akadémiánk 3/6 latin nyelvű oklevélre hivatkozva próbálja meg feltárni István, Szent István korát. Na most, hát ez hogy mondjam, egyéb viccországokban is viccnek számítana, hát még itt. És érdekes módon ki lehetett csillabizálni, volt egy, szerintem már meghalt egy református tisztelendő, valamikor a 19. század fordulója környékén született, és ő elmondta, hogy nekik, mint reformátusoknak, azon a bizonyos teológián görögül kellett tanulni, és nem tudták, hogy miért. És kiderült, akkor még kutatható volt, és ők látták, fölhívom a figyelmet, hogy most nem tudjuk, hogy hol vannak ezek a bizonyos dolgok, hogy az István korabeli oklevelek, tehát az akkori történelem, magyar történelem könyv görög nyelvű volt. És nem 6 darab volt, és nem 60 darab volt, hanem hát azért gondoljuk meg, hogy csak Istvánnak a, amióta ugye elkezdték Istvánnak hívni, és 1038 is legalább volt egy 40 év, és még hát ugye a papa Géza, illetve a Géza apja Taksonytól is lehetett ezt az egészet hozni. Valahol nagyon jó helyen el vannak sűrítve a tények, ami görögül volt. Na most, hogy ezt mire alakítom? A római korban, és ezt most hozták nyilvánosságba Olaszországba, maga a latin közösség és a latin népesség a csizmának egy elenyésző része volt Róma fölött. Tehát a mai toszkánai vagy etrúriai rész is többszöröse volt a latin társaságnak, és Umbria, és tudom én, mi minden van. Egy a lényeg, hogy a latin nyelv igen kevéssé volt elterjedve a római birodalomban. Görögül beszéltek, egészen Rómáig, ez le van írva, görögül beszéltek. Tehát görög kolóniák voltak a csizmán. Rómába beszéltek, amikor ugye a szenátus ülésezett latinul. Azon kívül görögül beszéltek, és egy nagyon érdekes adalék ehhez, hogy azok a most szlávnak, mondjuk így, hogy nevezett társaság, ami nem egyféle, ugye ebbe bele tartoznak az oroszok, a bulgárok, a csehek, a lengyelek, a teljes délszláv társaság, ez mind külön náció, és ebből egyik se szláv. Mert olyan szláv nincs. Szláv az a nyelv, ami görög alapon a társaság megfelelő, hogy mondjam, nagyobb erejű, országhoz kapcsolódó nép nyelvének a befordítása, jó magyarul megmondtam, tehát a horvátok is genetikailag inkább magyarok, az ukránok is magyarok, tehát 10 000 évvel ezelőtt a horvátok, az ukránok, azok teljesen magyar genetikájúak voltak, és meg van állapítva, csak ezt valahogy nem nagyon mondják, meg tanítják. Na most az, hogy kialakult ez az úgynevezett szláv nyelv, a szláv az ugye régen Szerbiát is Szerbiának hívták, a Szerbia az egy szolga volt, mindenféle, ugye az akkori latinos műveltség is szolgának mondta őket. Tehát ez az a népcsoport, aki követte azokat a mondjuk hadseregeket, akiket ki kellett szolgálni. Ugye ott is kellett logisztikázni, meg kaját kellett nyilván. Azért ott is fogytak az emberek, az állatok, valamint a fegyverek. Tehát egészen másképpen működik, és egészen másképpen működött ez a dolog, mint ahogy nekünk tanították. Csak az a baj, hogy ha is másképpen van. De hát ezt így kell tudomásul venni. No, amíg itt látunk, illetve még azt mondom, hogy még van egy 5-10 perc, hogy meggyújtsuk ezeket a kanócokat. Jönne az első fele annak a, vagy folytatnám a kezdő mágia első felével, ez pedig az, hogy
megpróbáljuk egy fűszára, egy darab fára, egy hány darabra fölírni, imprintálni azokat a dolgainkat a fejünkből, az agyunkból, amik esetleg most is már, de esetleg a későbbiekben zavarnak, és majd levezénylem, hogy, de mindenki kerítsen magának teljesen egy valamilyen fahulladékot, fűszálat vagy bármi. Ez egy nagyon érdekes, mágikus dolog, nagyon megy. Szerette mindenki magának a csodát? Mindegy, mekkora. Figyelem. Kinek kell még? Na, te konkrét okleveleket vág, de tessék jönni érte. Jöttelek ezeket a szőnyogokban. Itt is van, ott is van, kicsi és nagy. Mit? A tidán állam. Ha visszakapom, akkor lesz nálam. A marcsit. Oda adtam. Tessék. Ér? Nem, a szúnyogírtó, a piros kopakos. Várjál. Ez is elég. Akkor figyelem, figyel. Ez egy régi kelta varázslat, és a varázslatok általában érdekes módon sikerülnek, tehát szinte 100% a valószínűsége. Képzeljük el, hogy ez egy olyan anyag, ami a kezünkben van, az anyagától függetlenül, hogy erre bármilyen gondolatot rá tudunk vetíteni, imprintálni, bele tudunk írni. Azt csak hozzá kell tenni, hogy ezzel ki is szedjük a hagytekervényekről. Tehát most egy picit csendesedjünk el, és gondoljuk át az elmúlt időszakunkat, ez lehet. Csendesedjen el. Jó. Ugye, Murány már. Jó, befújtad magad? Na, folyam is a hátam, hogy ti érszem. Jó, volt egy kérés, a kolléganőt megvárjuk, ha siet, de csak ha siet. Addig kitartjuk. Tehát egy a lényeg, akkor elmagyarázom, hát itt vannak újak is, nem baj, hogyha megtanulják, ezt otthon is lehet csinálni bármikor. Én azt mondom, mert összehasonlítottam a római katolikus rendezvényekkel. Ez nagyon-nagyon hasonló, szerintem innen vették az ötletet, mint a gyógy, csak sokkal egyszerűbb. Mert saját magam ürítem ki a
fejemnek azon részét, ami bánthat, ami hűhít, ami miatt nem érzem jól magam, stb. És ezt most itt a tűtnél le tudjuk tenni. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy ezt csinálja meg. Tehát nagy adag lelki terhet tud letenni itt a fertőznél, és ezt otthon akár egy gyertyával is meg tudja csinálni. Tehát ezek után nagyon egyszerű. Rendszerűen csak pszichológiai gondot tudunk orvosolni ezzel a ezzel a mágiával, vegyük tudomásul, hogy ez mágia, mert kiürítjük magunkból azokat a dolgokat, hogy tehát kiürítjük magunkból, kiégetjük magunkból azokat a dolgokat, amik a későbbiek folyamán akár a betegségek is elvihetnek bennünket, tehát még a tetejében nagyon hasznos is. Na megkérdezek valakit, aki 2 évvel ezelőtt itt volt, és már jelentkezőnk is van, hogy mit érzett tavaly előtt, amikor ezt megcsinálta? Hát, Gyuszikám, azt éreztem, hogy mindig azt hittem, hogy egy bátor sportember vagyok. És közben kiderült, hogy mivel nem mertem átmenni a parázson, hogy egy nagyon gyáva fiú vagyok. Át kell menni a parázson, él egyszer? Igen. Hát ha nincs úgy felkészül, akkor nem kell. Hogy adatik el? Én azt éreztem, hogy első átmenés volt. Felszabadultam. Örültem a végén, és szóval elkezdtünk. Az jaj! Felbecsülhetetlen energiát éreztem, nem is tudtunk róla. Teli voltunk erővel, szeretettel, és a szeretet annyira táplált minket, hogy azt meg kell élni, nem lehet beszélni róla. Igen, ez egy szellemi méregtelenítés, igen, kicsi. Igen. Tehát mindenféleképpen, és minél inkább méregtelenítünk szellemileg, és vele párhuzamosan testileg is, ami nem árt, hogy nem hagyjuk földgyűlni azokat a méreganyagokat, amiről nem is tudjuk, hogy bevettük és megettük. Hogyha ezektől sikerül megszabadítani magunkat, akkor konkrétan betegségeket kerülhetünk el. Vagy akár az összeset, mert most mondok egy receptet, hogyha valaki évente legalább 2 a májtisztítást megcsinálja, hogyha ilyen szellemi tisztogatásokat csinál, vagy minimum meditál, akkor 90% fölött van a valószínűsége, hogy ő egészséges marad. Tehát nem tud olyan helyzetbe kerülni, hogy akár szellemileg a betegség állapotába hozzá. Tehát magyarul, hogy elveszítse az egészségét, úgyhogy ezen érdemes. Ha véletlenül a Liza visszajönne, megköszönném a szólnátok. A lényeg a fontos, hogy ezeket csinálni kell, és mindig kell neki adni egyfajta úgynevezett szakrális, vagy csak valamiféle a 4 fő elemből olyan energiát, ez lehet víz, ez lehet tűz, ilyen szempontból, amelyik tisztít. Igen, nagyon ügyes. Itt volt a tisztítás. Jó. Megoldom. Mondok egy érdekeset, itt a tiszta, itt most jó a vizenkét. Találnak a Liza most. Van egy nagyon jó tisztítási metódus, ha valaki hogy be tud menni, egy koronára vigyázzatok, arra vigyázzunk, folyamatosan ez mantrázza, hogy mit akar magából tisztítani, akkor ez a bizonyos tízelem magát. Mert rettentő sok negatív energiát visel. Ugyanúgy, mint a tűz is el fogja vinni a tüzeljárást, mert megcsinálja a víz. Hogy állunk? Már akkor nem azt mondom, hogy igen. Mondjad, Marcika, mert láttam. Igen. Pontosan a 2 évvel ezelőtt nem tudtam eljönni. Tavaly megint ugyanaz volt, hogy nem tudtam eljönni. És idén megint ugyanaz, hiszen a fiaimnál olyan rendezvény van, hogy otthon kellett volna lenni. Csak ha emlékszel, 2 hónappal ezelőtt, nincs is 2 hónapja,
240 per 120 volt a vérnyomás. Így van. És azt mondta Gyula, hogy ide el kell jönni, és itt vagyok. És gyógyszert nem szedek, csak gyógyszert iszom, és azt mondta, hogy akkor most el kell jönni. És most mennyi a vérnyomásod? Most 130 volt. Gyerekes, és még át sem mentünk a tűzön, és nem volt semmi. Tehát azért figyeljünk oda. Ne arra, ugye mondd el azt, amit az előbb nekem elmondtál, meg mutatkozzál is be, mert te most először vagy itt. Jó. Várjál, Kucsera Jolán személyesen, hogy tudja, hogy ismernek. Igen. Igen. Az előző téma Margójára. Igen. Voltár szerint a történelem olyan hazugság, amelyet a közmegegyezés szentesít. Igen. Bárhova mottóul föl lehet írni, mert annyira igaz. Jó, Liza megjött. Na, hölgyek, urak, akkor figyelmet kérek. Fogjuk ezt a bizonyos dolgot a kezünkbe, meg ne égjetek. Vigyázzatok, hogy ne legyek senkinek háztal. Igen, muszáj mindig a szememben, na mindegy. Tehát fogjuk azt a bizonyos anyagot, teljesen mindegy, hogy micsoda, kezünkbe. Tegyük a harmadik szemünkhöz. Foglok közé. Rúgjuk be a szemünket, és próbáljuk átmásolni, átírni, imprintelni azokat a negatív, hogy mondjuk, élményeket, rossz érzéseket, félelmeket. Tegyük ki rá, hogy ezért meg ezért rossz érzésem volt, kiteszem erre a fadarabra, ezért meg ezért ez történt, ha nem muszáj, ne csináld meg az olajos, úgy. Azt is kiteszem, ha valami miatt esetleg gondom volt, bármilyen nehézség adódott, de tudom az okát, ez lehet. Családiók, ez lehet bármilyen, ráléptek a lábamra, stb. Ezt mind tegyük ki. Gondoljuk át az elmúlt időszakot, az elmúlt egy hetet, egy hónapot, egy évet. És tessék kitenni, ami eszetekbe jut mindent. És olyan negatív egészségi behatásokat is, ami esetleg betegséget, rossz érzést, magas vérnyomást és a többi okozott. Mindent tessék ki tenni. Ott elől is van egy. Tudom, de nem akarom mindegyiket meggyőzni. Hagyjuk még egy kis időt, mert van ott még mit. Jussika. Csöndbe egy kicsit, Zolika. Közben szót kérhetek? Nem. Ja. Nem, most közben vagyunk, mert nem zavarjuk a többit. Ja. Csináljuk. Ami eszünkbe jut, minden jó. Tegyétek ki rá, vetítsétek rá. Lássátok a lelki szemeitek előtt, hogy ott van rajta. Érzésben, hangulatban, képben, mindegy. Rá is lehet írni, betűkkel. Jó, még lehet csinálni, csak közben mutatom, hogy mi a következő teendőnk, nagyon egyszerű. Fogjuk, ide sétálunk, nem kell egyszerre, vigyázzunk a tűzre, mellé állunk. Rádobjuk, de figyeljük, hogy a füstje elmenjen föl. Köszönöm szépen. És így megkönnyebbült, lejött rólam minden. Tessék szépen sorban, lehet csinálni. Figyeljétek meg a füstöt, hogy megy föl, addig ne hagyd ott. Előbb kellene jönni, ám, mert a sütét a nehéz lesz. Marika, nem. Ez kár. Másik
Erdi, hol vagy? Ezeket gyújtsd már meg, mert itt nem látok. Légy szíves, ezeket, ezeket. Erdi, gyújtom. Gyújtom. Most aki ezt megcsinálta, még ne menjen el, mert annak van egy második része. Sőlegult. De most fejtődött az első legújt, az meg róla. Megvárjuk, amíg a fákják meggyulladnak, mert ennyi kevés. Ennyi kevés. Akkor én mondom. Mindenki visszatette, amit sikerült neki preparálni? Anyagot? Igen. Most milyen érzés? Ki mondjál? Milyen érzés? Hogy ezt megcsinálta? Na, eltársak, lehet kérdezni. Könnyű, ennyire? Hál' Istennek könnyű. Még egyszer? Könnyű. Ez az, amit nem hallok. Jó. Zoli, könnyű. Könnyű. Az érzés könnyű. Zoli, te akartál valamit mondani. Mondja, Gyuszikám. Hát te akartál valamit mondani, csak nem engedtelek. Ja, igen. Hát, tisztelt drága honfitársaim, hölgyek, urak. Amit most az előbb, vagy az imént Gyuszika felvázolt, az utolsó szóig igaz, de arra is ügyelnünk kell, mivel én nem csak büdös fasiszta vagyok, hanem könyvelő is volnék, minden mérleg 4, de mindig 2 serpenyő. A másik serpenyő úgy szól, hogy a defetizmus. Tehát amit ő elmond, hogy magunkra vetítve az államalkotó szuverén jogalany, ami a mi eredeti nevünk, úgy kell ügyelni, hogy másokat viszont politikailag mondom, csak politikailag, mert ez egy szakrális, csodaszép dolog, politikailag nem szabad negatívan háttérbe, tehát csendbe tartani, még kussoljál, még hallgassál, és stb. Stb. A szótárakban utána lehet nézni, hogy mi a defetizmus. Ismét mondom, erre nagyon ügyelni kell, mert ez annyiszor előfordult a szerencsétlen 3 évtizedes módszerváltás óta, előfordult a Kádárnak nevezett rendszerbe, előfordult a Rákosi akármilyen rendszerbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én köszönöm. Jön a második fele, tehát aki az elsőt megcsinálta, akkor jár jól, ha ezt is megcsinálja. Én itt ennyit tudtam elvenni, de van ott ilyen kartonpapír is, lehet egy picit elég, hogyha letékünk, én továbbadom, jó? Tessék? Bőven elég. Menjen végig. Tehát, tessék oda menni, mert most jön a második fele, ebben fogjuk az egészet beteljesíteni. Viszek oda hátra. Tegyétek szét. Van? Tegyétek szét. Megvan? Csak egy igazol vagy. Minek nincsen? Van. Van, jó lenni. Jó. Van mindenkinek? Papír? Van nektek papír? Mindenkinek van papír. Ugye az nem baj, ha hölgytől kaptunk. Zolikám, a ügyességet hagyjuk már kint. Na, akkor mondom tovább, jó? Akkor nem engedjük el. A következő dolog, akkor nem engedjük el. A végeredményben ez
ez mondjuk úgy, hogy hát a gyónás bűnbocsánat egyvelege, de sokkal egyszerűbben és emberileg. Most jön a következő, hogy mégis mi lenne ettől a pillanattól kezdve előre nézve, a következő órában, a következő napon, a következő héten, hónapban, évben, években, mi lenne az, aminek mi örülnénk? Mi lenne az, amire mi vágyunk? Mi lenne az, amit el szeretnénk érni? Most itt van a lehetősége mindenkinek, mert egy, letette a terhet az előbb. Kettő, a tűz energiájának segítségével, a tűz elem segítségével, ez egy akkora mágia, hogy majd csak később jöttök rá, hogy mennyit segít. Tehát ugyanúgy tudja mindenki, ez a bizonyos pici akármi, ami a kezében van, ugyanúgy a harmadik szeme elé emeli, és mondok két szót, és hogyha két mondatot, és hogyha valaki elnéz, hogy valóban kell álljak, hogy ne legyek háttal, és hogyha valaki ezt megfogadja és mondogatja, akkor a legjobbat fogja elérni. Ez végeredményben magyarul nagyon mágikusan hangzik. Gondoljuk meg, még ne tegyünk rá semmit. Tessék átgondolni mindenki saját magába, mi lenne, ha minden lehetnék. Tehát mindent csinálhatnék, mindenem meg lenne. Minden a rendelkezésemre állna. Minden a lehető legjobban van. Tessék mondogatni, és azokat a gondolatokat, amik jönnek, azokat tegyük rá, ugyanúgy írjuk rá, vetítsük rá képekben, teljesen mindegy, szavakban, írásban. Na, csináljuk! Magyarán mit akarok elérni? Mik azok a dolgok? Ne felejtsük ki az egészségünket, ne felejtsük ki a szerelmi életünket, az élet teljességét ne felejtsük. Tessék rátenni mindent úgy, ahogy jön. Tehát még egyszer a kérdés úgy hangzik, mi lenne, ha minden lehetnék, mit tennék, ha mindent tehetnék? Jól gondoljuk meg. Én megcsináltam, mutatom, nagyon nehéz, ami ezután jön. Ide fáradok a tűzhöz, rádobom, megvárom, míg elfüstölt, fölment az ősökhöz, következő dimenzióba. Még egy üzenetet is küldhetek, meg vagyunk. Tessék! Szépen egyenként. És még egy becsételő aktus van a végén, amivel az egészet a megvalósítás útjára tudjuk terelni. Ez az egyik leglényegesebb, hogyha befejezték. De van időnk.
Megvan? Most kérnék még ezek is sokkal nagyobb figyelmet, vagy ezekhez képest is sokkal nagyobb figyelmet, mert a legmágikusabb pecsét most jön. És ezzel mindent, de mindent meg tudunk valósítani. Egy. Kérjünk bocsánatot mindenkitől, akit vélt vagy valós okok miatt megbántottunk, ráléptünk a lábára, nem akartunk csinálni. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ne terhelje a lelkünket ez. Magunkba nyugodtan kérjünk bocsánatot itt és most. Tessék! És ha ez megvan, akkor az utolsó felvonás, és most bocsássunk meg mindenkinek, aki minket megbántott, akarva akaratlan, lábunkra lépett, akarva akaratlan, bármi rosszat tett, bármi negatív hangulatot idézett elő, vagy esetleg mérget, vagy még rosszabbat. Bocsássunk meg mindenkinek, ne terheljük a lelkünket, itt és most. És így, hogyha ezt most megcsináltuk, elértünk abba az állapotba, amit a úgynevezett történelmi vallások azt mondják, hogy az üdvösség állapota. Nagyon egyszerűen, ó magyarul elmondva, szent a béke. Békénbe vagyok magammal, békénbe vagyok mindenkivel. Nem követelek senkin semmit, rajtam se követel senki semmit. A lehető legjobb állapotban vagyok. Aki ezt meg tudta csinálni, annak gratulálok. Nagyon sokat tett az elkövetkezendő életére. Tessék átgondolni, hogy mekkora dolog ez, milyen egyszerű, milyen hamar meg lehet csinálni, milyen sokat jelent nekünk lelkileg, milyen sokat jelent, ha itt ennyien, hát én ugye legelőször 22 embert számoltam össze, most majdnem a dupláján vagyunk. Ez nagyon jó dolog, mert ez ennyi energia, ami összeadódik, sőt, összeszorzódik, és most már itt végeredményben egy nagy közös energia gömbben vagyunk benne. Itt most, ha egy kicsit utána nézünk, és most a komolyabbik szám fog jönni, tényleg néhány száz segítő itt van közöttünk, mert hogyha valaki egy kicsit megsimogatja az alkarját vagy a karját, érzi, hogy az az energia, nem a meleg, hanem az energia, amit a környezetünk, ez a szer ad nekünk, ez tölt. Ki érzi rosszul magát? Hát kérdezzem meg. Ki érzi ahhoz képest jobban magát, hogy itt lejött a lépcsőn? Nyugodtan föl lehet tenni a kezed. Ez sok százszoros energiát kaptunk most itt. És összefonódott az energia, és most is egy összefonódott energia gömbbe vagyunk, ami egymást támogatja. Lélektől lélekig. Tessék átgondolni, hogy mennyivel könnyebb elérni ezt az állapotot, mint az olyan állapotokat a mindennapukban, ami lehúzza az embert. Most ugye ilyen nincs. Most jó kedve van mindenkinek. Most mondom viccesen, hogy inkább röpülne, mint hogy lehúzna. Na. Jóan, ezt az aktust évente, vagy... Parancsot? Ezt az aktust évente kell ismételni, vagy... Naponta is meg tudod csinálni. Hetente, ahogy te gondolod. Rajtad múlik. De jó volt? Jó. Na akkor most, bár a Pista nem szokott szerepelni, de épp elő, de először van itt, ő is a, jó, ne menj azért neki, a világmagyarsága klub tagja, először van itt, sátrat is hozott,
hogy élted ezt meg, mert te ezt még nem is tudtad. Meséld el, légy szíves a többiek. Ahogy jön a mondat a szádra, úgy van. Ezen kezdődött. Igen? Kicsit. Igen? De most már felszabadult vagyok. Ennyi. Jóban érzem magam. Ilyen egyszerű. Minél inkább ilyen energetikai állapotban vagyunk, annál inkább megy le bennünk az a bizonyos negatív energia, ami a rossz dolgokat, esetleg a betegségeket, a lelki bajokat okozza. És ennyi az egész. Hát ezt, hogyha otthon megcsináljuk, ez 5-10 percen belül van. Nem több. Na, hát ajánlom a figyelmébe mindenkinek, meg kapjátok ajándékba, hogyha bármi gáz van, ezt meg lehet csinálni. Ezt meg lehet csinálni, meg is kell csinálni, mert ez sokkal jobb, és abszolút egészséges dolog, nem mérgez, nem butít, nem öl meg, nem rakodik le, hanem éltet. Ne tessék el felejteni. Csak jelzem, hogy én is most vagyok először. Tessék mondani? Hangosabb vagy? Én is most vagyok először. És? Hát csak, hogy mondom. Mit érez? Kérdezd meg tőle, hogy mit érez? Kérdés adott, mit érzem? Hát először is fölállok, ha nem baj. Tehát. Hát nekem nem baj, nem mondtam, hogy hülyele. Ott álljál meg, hogy lássak mindent. De jó. Nehogy támadás ezzel. Nincs támadás. Tehát én mondjuk, megismertem egy jó embert valamikor. Úgy hívják, hogy valamilyen Béla, nem tudom, Béla bácsi. Igen, ott igen, van, igen. Tudjuk. Hát megismertem. Én gyanútlanul ismertem meg, tehát... Hála Isten! Én gyanútlanul, igaz Béla bácsi, így volt? Én csak mentem, és ez csak fogja magát valaki, és azt mondja, hogy minden, ha bejönne. Hát mondom, Béla bácsi, hát bevehetek én, tehát. Így volt Béla bácsi? És gondoltam Béla bácsi, hogy ebben megúszta, tehát. Hát mondom, Béla bácsi, az a helyzet, hogyha engem elég egyszer megtisztelni, tehát. Igaz, Béla bácsi? Jó. Ha nem haragszol, most ez elmegy olyan fele, amit a többiek nem ismernek velem együtt. Hogy érzed magad ahhoz képest, hogy lejöttél ott a lépcsőn? Hát már többször lejöttem, tehát... Mondjuk legutoljára, amikor lejöttem. Jó, hát játszunk ebben, igen? Legutoljára, amikor lejöttem, akkor már igencsak szélültem, tehát. Úgyhogy te nem nagyon jössz át a tűzön, igen, látom. Jó, 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 oké. Aki átment, mindig fújsz egyet. Beszéltünk. Jó. Még esetleg? Hát még annyit mondanék, hogy én sok jó helyen jártam már az életemben. Hála Isten. De vannak, igen, a hölgy már elmondta, tehát én nem gondoltam, tehát... Oké, csak egyet tudok mondani, hogy köszönöm. Tehát. Én is köszönöm, hogy hozzászóltál parancsot. Lesz időnk kiválogatni, de köszönjük. Jó. Más vélemény. Még azért kicsit itt bele kell menni a dolgokba, mert ez egy olyan félórás téma, ami ott még... Én lehet hozzászólni. Mondjad, légy szület? Lehet hozzászólni. Gyere, hogy szóljál. Kautsky Armand személyesen, tessék. Szervusztok. Nekem ez a második alkalmam közöttetek. Rengeteg dolog történt velem az elmúlt két évben, amióta itt voltam. Bekerültem egyetemre, és előttem egy könnyebb fajtára, ide-oda rángattak minket, állandóan stresszelt vagyunk, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon elő tudom-e magamból hozni azt az ősi szellemet és gondolkozást, ami két éve ugyanúgy előjött belőlem itt közöttetek. És megvan őszintén, rengeteg képpel érkeztem ide délután, és kezdem azt érezni, hogy mindegyik kezd elszállni, és én neki eszélt örülök. És nem tudom kifejezni kellő jó szavakkal, hogy mennyire kezdem viszont látni az ősi gondolkozás, az ősi énemet
ami elő tudott jönni most az elmúlt percekben. És köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Miért köszönjük. Köszönjük. Ez a célja az egésznek, nagyon jól mondta az Armand, ez a célja az egésznek, hogy, hogy itt meg lehessen tapasztalni egy eddigiektől más és sokkal jobb gondolkodásmódot, sokkal jobb hangulatot és érzéseket. Ez a célja a dolgoknak. Laci bácsi, te mint... Jó, hát ott a szó. Igen, erre gondoltam. Köszönöm. Mit is mondhatunk? 71 mehettem ezt. Elgondolkodtam, hogy mit tettem. Sok mindent. Rosszat, sok mindent jó, de végül is mind tanítom. A lényeg az, hogy nem tudtam, hogy ki van. Kerestem a fényt, mert haldokoltam. Élni vagy halni akarok feltétni. Én az életet választottam. Kemény út volt, még idáig eljutottam. Azt kívánom nektek, hogy a nehézség, félelem, szorongás a vége mindig van. Itt most ne tehetjük nagy részét, de minden rajtunk múlik. Mi magyarok most ott vagyunk, hogy választani kell, hogy belső munkát végzünk, vagy szívjuk egymást tovább. Ha belső munkát végzel, mert itt vagy, mert otthon csinálod, akkor megtalálod a felső isteni éned, akivel te az igazságot meg tudod beszélni, megadja a választ. Nem megy annélkül, hogy ne dolgozzál nap, mint nap. Az ember 80%-a szerintem feladja, mert úgy érzi, hogy lusta. Hát én úgy érzem, hogy tényleg ébredjünk föl, mert nincs sok választásunk. Ez a dimenzióváltás pedig nagyon fájdalmas lesz, ha nem ébredünk föl. Kívánom nektek, hogy szeressétek egymást, tiszteljétek egymást, és szeressétek leginkább magatokat. Ha magatokat szeretitek, akkor minden boldogabb és könnyebb lesz. Tudom, hogy tele vagyunk sérelmekkel, fájdalmakkal, de ezeket le kell tenni, és azért vagyunk itt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Átlásom rá. Köszönöm. Van a születés. Gondoltad, hogy ilyen vagy, vagy egészen másra számít? Nem, miért tudtam volna, gondoltam. Aha. Nem értem, hogy ilyen. Uh-huh. Vagy itt a környéken hallottad, hogy mert több? A bátyám. Aha. Ő itt volt már. Igen, nem volt itt, de már volt tűzoljárni. Ja, értem. És itt is volt egy párszor már. Egyik régi álmom, és akkor ő hozott el ide. Aha. Na, de egészen felszabadult vagy ahhoz képest, mint ahogy. Mint ahogy lejöttem a lépcsőn, igen. Mint ahogy lejöttél a lépcsőn a hagyatszóra például. Jó, hát akkor Isten értettem. Majd köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó. Marci drága, te még tudsz hát beszélni. Neked hogy jött ez az egész le most, hogy belecsöpp, mondjuk itt, hogy belecsöppettél. Hát én úgy őszintén azzal tettem, hogy megmutatok benneteket. Okay. És olyan nagyon nem hittem meg, ezt mondtam is neked, hogy én ebben úgy, hogy nem tudok hinni. És ha jöttem le a lépcsőn, azt éreztem, hogy a jobbod szájamnál egy borzalmas nagy görcs van. És az most nincsen, úgyhogy akkor mégiscsak van valami benne, és mégiscsak kell hinni. És nem véletlen az, hogy amit ráírtam erre a kis gondolati üzenetre, az úgy kezdődött, hogy béke, szeretet, egészség. Hét. És ez a három az, ha én a minden ható lehetnék, akkor ezt kívánom, mert ha béke van, van szeretet is, és van egészség is. És én tiszta szívemből megbocsátottam azoknak, akik bántottak, meg bocsánatot is kértem. Nem csak annyi a magán részről, hogy az elmúlt 15 év alatt 556
sajtóperem volt. És sikerült mindegyiken úgy túljutnom, hogy lehetett bizonyítani az igazamat, és most így végig gondoltam, hogy nem haragszom egyikre sem. Tehát úgy vagyok, hogy elengedem, felengedem, és azt hiszem, hogy úgy fogok hazamenni, hogy sokkal könnyebben, sokkal jobban megkönnyebbülve, mint eddig, és nagyon örülök, hogy eljöhettem. És ígérem, hogy többet nem teszek ilyen félig gunyoros megjegyzéseket, mert eddig mindig ez nem volt. Nem vettünk komolyan, nyugi. Jó, mindig ez volt, hogy akarok is jönni, meg nem is, meg mi van, ha kinevetnek odahaza, meg minden. És érdekes módon a családom is nagyon pozitívan fogadta, ugye? Annak ellenére, hogy ma otthon kellett volna lennem, mert több mint, hát majdnem 100-an vannak vendégek a fiaméknál, és ott kellett volna segíteni. Még lehet, hogy ott tisztítani is kell a teret, mert ebben itt kitisztítottuk. Azt azért hozzá kell, hogy tegyem, de majd itt a két kolléganő, aki nagyon benne van ebbe a témába, meg fogja erősíteni. Én, amikor itt, ugye eleve úgy kell, akkor most elmondom, mert ennek ugye, ennek megvan a dramaturgiája. Az már egy érdekes dolog volt, hogy széthordták a fát, amit ide hozott nekünk a polgármester, stb. Nagy nehezen kerítettek fát, lehozták Laci vezérletével, nagyon aranyosan. De mire ide jöttem, égett a tűz. Hát mondom, gyerekek, ez nem játék. Ugye a Lacinak elmondtam, hogy hát Lacikám drágát, hogy merészeltette ezt megcsinálni, hát ez nem így van. És akkor láttam, hogy a nagy szemmel néz. Most figyeljünk ide, Istvánról volt szó, nagyon jó. Istvánnak van egy olyan rendelete, amit el lehet olvasni mind a mai napig, mert közszemlén van, hogy vasárnap mindenkinek el kell menni a templomba misére, a tűzőrző tárcos ott marad a tüzet őrizni, mert régen nem volt gyufa, meg izé, hanem a falu főterén, vagy a helyiség főterén égett a tűz. Miért nem hagyták őrizetlen? Mert ugyanúgy, ahogy a vizet meg lehet mérgezni a tüzet. Na most nevetni fogtok, mikor Laci itt ezt meggyújtotta, szétrugattam velük, kész, újra. És ugyanaz volt, mint amit a Marci mondott, hogy itt a gyomor szájamnál, mondom, elrontottam a gyomrom, vagy most mi a túró van, pedig nem is ittam, hát most akkor... És el kellett tenni egy fél órának, mire ez föloldódott. Magyarul itt, és most az ittenieknek is mondom, de főleg azoknak, akik most velünk vannak, hogy olyan negatív energiával volt szennyezve ez a terület, hogy egyszerűen a tűz nagyon hosszú időn keresztül kellett égnie, hogy ezt feloldja. És a Marci is érezte, és én is éreztem, hogy hopp, eltűnt. És abban a pillanatban egészen más a hangulata az embernek. Éviként te ezt hogy érezted? Ugyanígy. Hangosabban nyilván. Ugyanígy éreztem, hogy amikor először lejöttem, hogy úristen, mi van, mi történt, és... A második tűzőtest, amely éreztem, hogy oldódik, és olyan, mint hogy ilyen zöld óriások lennének egy angyalháló körülöttünk. Most azért erre figyeljünk, van, mert ez azért látszik. Támogatva van ez a szertartás, ez a kis közösség, és nagy dolgokra vagyunk most hivatottak, tehát sok mindent lehet most így az új kenyér ünnepén tenni a magyarság magunkért, önmagunkért, családunkért, barátainkért, és a magyarságért. Én szerintem nagyon sokat tettünk most ebben, hogy ki mit vetett a tűzbe rosszként, és ki mit kívánt. Ez egy nagyon nagy dolog. Lizám, te ezt hogy érezted itt? Hát a feszültség nagyon erős volt, és nagyon adott volt mindenhol. Természetesen a víz ereje, az erdő, a fák ereje, a fiúk a zenével, igen, és a tűz ereje az mindent old. És én is azt mondom, hogy ami itt érződik, legalábbis amit én jelen pillanatban érzek mindannyiótokon, az egy abszolút nyugodtság, egy izgatottság, és maga a szeretet energia az erőssége. Fényangyalok vannak még velünk, akik vigyáznak a víz, fák és a víz energiájára, hogy minden tiszta és megfelelő legyen, amikor mindannyian át fogunk menni a parázson. Köszi szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm. Ergyi, te nem először vagy itt. Hát én a te vezetéseddel cirka 15-ször mentem már át a tűzön.
az első óballám volt. És ide még gyalog sincs messze különben. Hideg fővenyként éltem meg 2008-ban. És azóta, ha nem is minden évben voltam, mindegyik más volt, de mindegyik nagyon kellemes és nagyon felemelő. És utána minden könnyebb volt, ment az életem tovább úgy, ahogy kellett. Persze nehézségek azok így is adódtak, de meg tudtam oldani. Úgyhogy köszönöm, köszi, hogy itt lehetek. Köszi. Jolán, először vagy itt, ne haragudjál, de van beszélőként, megkérdezem a véleményed. Meg kell mondani, hogyha jól tudom, akkor Fehérvárról jöttél, igen, igaz? Igen. Jó. Hát én körülbelül 3 éve ébredezem. Nagyon jó. Olyan szinten, hogy így teljesen megváltozott a világszemléletem, a felfogásom, hogy egyszerűen, mintha így szomjaznék a tudásra, és hogyha YouTube videót nézek, akkor például találtalak meg téged is, és Szecsei Miklós, gondolom mindenki is, mondja az ő oldalán rengeteget, akkor hogyha 5000 oldalt nem olvastam el, akkor egyet sem. Ez így szokott kezdődni? Igen, igen. És azóta például, amikor dobogókön voltam, 2-szer is, mert ugye meg kellett ismételni, hogy még mindig érzem-e, de olyan szinten bizsergett mindkét kezem, hogy érzem az energiát. Akkor, amikor Horvátországban voltunk, akkor hát most lehet mondani, hogy véletlen vagy nem véletlen, de végül is sikerült valahogy oda varázsolnom 4 delfint legalább. Nem mondtam, hogy én oda teremteni, ez már ez annak a eredménye. Úgyhogy vannak ilyen jelek. Nagyon örülök neki, hogy elindultam ezen az úton, és iszom a vizet. Most is itt van a lilaüvegem, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Nagyon jó. Isten hozott. Köszönöm. Vegyem meg a csatos üvegem. Nagyon jó. Hogyan a tilem, drága? Már, mint ahogy beszélgettünk korábban erről, én korábban, jóval korábban 11-szer voltam parasszőnyegi járáson. Most nem erről akarok beszélni, hanem ide tartozik. Én 50 évig oltári kemény ateista materialista voltam. És utána jött egy délután 5 közvetlen Isten élményem, több mint meggyőző. De miért fontos ez? Azt hittem akkor, hogy én most már mindent tudok idézőjelbetéve, de akkor is ilyen érzésem volt. És hogy aki olvasta a 27-es füzetet a Magyarság kis enciklopédiájában, Balogh Sándor Einstein térfelmező kérdésének megoldása, egy új világkép alapjai, ebben leírja, hogy mennyire más manapság értelmezésben a részek és az egésznek a viszonya. Kedvenc példám, hogy van négy fa, láb, meg egy lap, az még nem asztal, de ha összerakjuk, akkor már az asztal, ahhoz le lehet ülni, stb. És ez a hosszú bevezetés azért van, mert most én nagyon intenzíven érzem, hogy mi a különbség az egyének és az együttes közösség között. Én mindig egyéni sportokat űztem, és jó voltam. Nem bíztam a többiekbe, és nekem a mai este azt adja, hogy bízhatok. Köszönöm szépen. Itt még van egy kollégám, aki mondja, ne haragudj, nem tudom. Emlékszem a keresztnevedre. Nem olyan régen ismertem meg a Lacinál, Dány környékén, jól tudom. És ott megbeszéltük, az is egy nagyon jó kis közösségé vált a délután folyamán. És íme Mónika is, a férje is eljött, és nagyon sokat segített a férje is. Nagyon érdekelne a véleményed, hogy mit érzel? Teljesen pozitív.
Az rendben van, tehát milyen, hogy mondjam, elképzelésekkel értetek ide, és akkor ez most körülbelül az, hogy áll. Körülbelül az, ez a, az van, amit én elképzeltem, mert hogy nekem ez a világ, ez teljesen nem igaz. Itt, ami elhangzott, semmi nem igaz. De soha nem voltam ilyen, és nagyon jó, felemelő, jó, köszönöm szépen, és köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor most jön Adrienünk, ő legalább tapasztalt szereplő, és más szemüvegen keresztül is el tudja mondani, és gyere csak ide mellém. És hát az teljesen mindegy. És hát, ha egyszer el fogja mondani a tévébe is azt, amit most itt mondja. Ha megkérdeznek, elmondom. Nagyon jó. Hát, a tisztulásnál, a testi-lelki tisztulásnál nincs nagyobb öröm. És ez maga a mennyországba vezető út, mert nagyon sokan nem tudják azt, hogy rengeteg ember kerül a pokolra. Ugyanis ott, ahol mennyország van, ott ugye senkinek nem kérdés, hogy pokol is. És ahol Isten van, ott sátán is. Ezek a szertartások, ezek a szerek, illetve amikor tudatosan foglalkozol a testeddel, a lelkeddel, a szellemeddel, az mind abban segít és épít, hogy a mennyországba kerülj. És az pedig még nagyobb áldás és még nagyobb boldogság, hogyha a mennyország itt tud lenni közöttünk a Földön. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, mindenkinek. Egy kiegészítés, hadd tegyek csak annyit, hogy ez nagyon fontos lett volna, hogy ezzel kezdjem, hogy jó nagy varga betűvel, szinte a fél országot körbejárva laktunk gyermekkoromban is, aztán felnőttkoromban is, és nem olyan régen eljutottam Isten mezejére. És maga az elnevezés is, hogy Isten mezeje, szóval biztos, hogy az segített ahhoz, hogy most itt legyek. Biztos, benne van valami. Én pedig Isten mezején kezdtem tanítani 1982-ben. Én nem is tudtam egyébként, hogy van ilyen kis falu, de most már tudom. Itt már majdnem mindenki szólt, és amíg lenne még a tűz, úgyis beszélünk. Téged, mondd már neked a beszélőt, tudod. Gabi, gyere beljebb egy kicsit, és hangosabban, teljesen mindegy, amit érzel. Kivel jöttél ide? Azon kívül, hogy kocsival, tudom, de... Érdről jöttem. Nagyon. Először vagyok itt, és nagyon nagy várakozással. Igen? Szeretnék kipróbálni. És hogy érzed most, hogy ez hol tart? Fel vagyok oldolva, úgy érzem. El tudom hinni. És könnyedebb vagyok. Gondoltál erre, hogy ez az? Nem? Nem tudtam, hogy nyilván semmit az, amit csak jöttem. Aha. Na, hát hála jó Istennek, itt vagy, akkor tudod vinni a hírt, hogy van ilyen is. És nem kell semmi. Én se csinálok valami nagyon nagy dolgot, lehet, hogy egy kicsit nagyobb a szám, meg lehet, hogy... Meg lehet, de enélkül nem megy. Tehát kell valami kezdeményező képesség, és az, hogy beleálljak abba a szerepbe, amit esetleg elvállalok. Nem kell több. Egy nagyon kicsi ilyen gyakorlat, meg olyan gyakorlat, egy-egy kicsit nyilván, de nem kell több, és nézzétek meg Érdtől Isten mezejéig, honnan jövünk össze. Ugye itt ismerjük sokan egymást, de mégse annyira. És egyszer csak bezáródik a kör, mint ahogy bezáródott a kör, és egy csapat. Az Attila mondta. Egy záró gondolatot szeretnék. Itt annyi tiszta lelkű ember van, hogy csak a magyarság mentheti meg ezt az elkurvolt világot. De abszolút egyetért. Muszáj volt ilyen keményen kimondani. Elég sokat foglalkozok filozófiával, ismeretelmélettel, mindenféle örültséggel, de hogy ennyi tiszta ember egy helyen. Egyszerre. Ezek tudják, azaz mi tudjuk megmenteni a nagyvilágot,
a saját rosszhatási folyamatát leállítani és megmenteni őket. Csak a magyar sem. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük, és ez igaz. Na. Persze, mondjad, mondjad. Muszáj lesz szívem, mert ott még az ő, azért még idő van. Attila mondott, és őtigezés, hogy tetszett neki nagyon, hogy bennünk van a türelem, vagy türelmetlenség, teljesen mindegy, és egyik sem jó, ha túl türelmesek vagyunk, ha túl türelmetlenek. És van egy régi, nagyon régi közmondás, hogy 9 asszony egy hónap alatt nem tud megszülni egy gyermeket. Ahhoz egy asszony kell 9 hónapra. És ez legyen benni, mert ennyi. Köszönöm, Marika. Jó. Mártika, drága, te másod, mindegy, te sem maradsz ki. Másodszor vagy itt, ha igaz, de már régebben ismerjük egymást. Mert én nagyon aranyos asszony gyöngyös patáról, nem feljeltettem el, jól mondom? Igen, jól mondom. Ő is, mint világmagyarság klubtag, hogy érzed magad? Most. Igen, jól. Én már több ilyen helyen voltam. Tűzjárásom, talán 15 éve ezelőtt voltam először. Meg még két éve. És itt másodszor vagyok, úgyhogy két éve voltam itt nálatok először. Illetve hát veletek itt először, és most vagyok másodszor. Úgyhogy nem új ez a dolog nekem. Hát, hogy érzed magad? Most hogy érzem magam? Hát jobban. Feszülten jöttem, azt meg kell mondani, mert nem egy könnyű hetem volt, de nagyon elfelejtettem mindent. Ilyen szempontból. És nagyon érzem az összetartó erőt. El akartam, az Attila se mondta véletlenül, igen, nyilván. Igen, nagyon érzem, úgyhogy nagyon köszönöm. Jolán drága, hogy hívják a kedvesedet? János. János? Igen. János drága, te aztán tényleg először vagy itt, mert két órája láttalak, meg vagy X órája, teljesen mindegy. Mondj egy véleményt, ne csak a nők mondják, tudod? Jó, oké, én teljesen szűz vagyok a témában. Hozzál, mert ez már más. Oké. Én megmondom is, hogy én nektek, hogy szkeptikusra jöttem el, jó? Igazándiból én Joli miatt jöttem el, hozom, el vagyok, nem is gondoltam, hogy én most tüzet fogok járni. Érdekes, amit mondta ez a lépcső lejössz, és akkor mit gondolsz utána. Én most csak így soráltam, jó, végighallgattam, meglátjuk, hogy mi lesz. De most úgy gondolom, hogy megyek végig. Így van. Ami nagyon tetszik így a közösségbe, az a tisztelet. És hogy milyen alázat van egymás iránt. De az együtttartozás, az együvé tartozás is itt van. Igen. Érezhető. Tök jó érzem magam, megmondom őszintén, úgyhogy... És te hozott kapva. Akkor téged is, a csapatba. Köszönöm szépen. A magyarok istene. Az se véletlen. Petőfi, nem véletlenül mondta. Koronát nem kellene betenni oda középre? Micsoda? A koronát nem azért hoztuk, hogy betegyük oda középre? Egyelőre szakrálisan ott van, majd ha járunk, akkor beljebb hozzuk most. Csak fölbuknánk benne. János, gyere vágy, de legyen a drága. István. A János, aki István, igen? Mert ugyanaz van, ő a Mónikának a férje. Én tudom, én másfél hónapja voltunk nálad, vagy egy? Másfél. Ott ismertem meg egy nagyon halkszavú, egy nagyon rendes embert benne. Nem fényezem, elmondja, hogy ő mit érez. Hát én is. Most vagyok itt először tűzjárásom, meg egy ilyen gyülekezeten végül is. Maradjuk a gyülekezetben, hogy ez egy nagyon jó csoport. A gyülekezet, csoport? Azt hagyjuk meg, jó, hagyjuk meg ott a templomnak. Marhára negatív nekem. Kiváló Gyula, kiváló, egyetértek. Hát csak pozitív fog tudnák elmondani, szerintem ugyanazt mondanám, de előttem mondok, szóval úgy kész. Gyakorlatilag elmondták előttem, mert... Akkor nem bántad meg, hogy nem, abszolút nem bántam meg, nem. Jó, tetszik az egész. Köszönöm. Én köszönöm, hogy elmondtad, és nagyon jó, hogy ilyen emberek vannak itt. Itt még téged nem hallottunk, de aki a... Nem tudom, a keresztnevét, meg a bátyja. Gyere már bejebb egy kicsit, hogy lássunk. Mondd a keresztnevét? Sárdos. Sárdos. Gyere bejebb. Körülj vagy? Körülj vagy? 3 éve voltam nálad majd. Az nem olyan nagy baj, csak most nem... Mária dobott. Az hol volt? Fegyverben. Jó, már igen, az Anna dom, különben, vagy teljesen mindegy, a kettős halom. Igen. Tudni kell, hogy amit az Erzsi mondott, hogy Óbalán volt az első, az az első volt.
Nekem igen. Utána, rá három napra, ahogy ezt megcsináltuk, fegyverneken, aki a helyi azt tudja, ott van egy kettős domb, 99,5 méter magas, és gyógyító energiák vannak, hát most az a dolog, hogy én mertem ki, de tényleg gyógyította az embereket, amikor ugye fölszedték, és hogy szokták ezt mondani, és divatja volt. Aztán simán úgy lelemondanak, néha lehet látni, hogy van ott egy ember, néha nem. Na, a lényeg ebben az, hogy amikor fegyverneken tüzőjárás van, akkor ott szoktam a domb aljába, egyszer csináltam a domb tetején is, akkor ott találkoztunk. Igaz? Na de mindegy, most idejöttem, hogy érzed magad? Hát ez azért hoztam, hogy hozzam a hugomat. Kicsit hangosabb a csalját. Csak hogy hozzam a hugomat. Értem. Én most átmegyek, reptelom fájlába. Elmúlik. Kisfiam úgy nyugod hátul. Igen? Nagyon jó. Nagyon jó, hogy itt vagy, mert te is növeled itt a csoportnak a tényét. Királyok keresztül. Igen. Igen. Na! Gyula, igen. A szemüvegesi fiatal. Nem biztos, hogy érted. Ott van egy szemüvegesi fiatal, amelyet még nem szólalt meg. Jó? Szemüveges fiat, köszönöm szépen! Szemüveges fiat, jöjjön körbe ide, mert ő éppen idejött, ügyesúnyogott, gondoltam, hogy valamit akar, de most elmondja. Mondd a keresztnevet. Gusztáv, itt van Gusztáv személyesen. Hogy érzed magad? Igen, mit? Hangosabban mondjak, hogy... Ki akartam próbálni a tüzőjárást. Ki is fogod? És... Tavaly hát egy félig meddig nagy körülny is vagyok. És még milyen? Meg Budapesten is. Azért, de inkább most már nagy körülny. Aha. Nagy körülny, ez a nyugalom, ez a Békeszigete. Úgy van. Ami Budapesten van, az... Az más sziget. Az csak is kizárólag a munkahely. Ja, értem. Értem. Jó. Köszönöm szépen. Egyéb? Ennyi jó. Jól érzed magad? Most már igen. Most már igen. Nagyon jó. Köszönöm. Gyula, a Tóth Zoli itt van régóta veled, és soha egy bukkot nem szólt. Egy kicsit nyomzott meg őt. Tényleg. Van egy kameramannunk, aki nem szólal meg. Majd utólag. Ennyi. Van egy köszi hölgy, megkérem, hogy jöjjön, mert nekem nagyon hajaz, hogy a múltkor is átjött a tüzet, itt volt. Igen. Ugye, hogy jól emlékszem? Igen. Mondd a keresztül. Detti. Itt van Detti személyesen. Szia. Akkor, én nagykörűben lakom, és először tavaly előtt mentem át, amikor itt voltatok. És idén is mindenképpen át szerettem volna menni, mert olyan élethelyzetben vagyok, aminek a megvalósításáért a tűzön is átmennék, ahogy akkor mondani szokták. És most meg akarom csinálni ezt, hogy sikerüljön. Nagyon jó. Hogy érzed így magad? Mert mondjuk azért későn jöttél, mert... Igen, igen, de én felkészültem már erre napközben is, mert én készítettem magam. Úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és nagyon szeretnék átmenni. Mindjárt. Készen fog állni, és akkor természetesen átmész fel is. Meg aki akar, köszönjük szépen. Elég érdekes vélemények hangzottak el. Ez azt jelenti, hogy a tűzön, vízen is átmegyek? Igen. Igen. A célja ide. Azt jelenti, most nem azonnal, de igen. Igen. Hát ez is. Éva, egy picit gyerek közelebb, légy szíves. Te itt érezted először is a negatívumokat, meg nagyon-nagyon sok mindent. Meg érezted, hogy kifejlődött a dolog. Most hol tartunk szerinted? Itt energetikailag, érzésileg, egyébként. No. Már majdnem olyan, mint egy templom. Egy jó szakrális templom, egy hely, ahol jó lenni, megnyugszik a lélek, és azt érzi, hogy otthon vagyok. Most már ezt lehet érezni. A csillagok is, a természet is csodálatos. És a tücskök is zenélnek nekem. Hogyne, azért van. Nagyon fantasztikus érzés. Azt azért elmondom, mert nem mindenki tudja, főleg akik újonnan vannak itt. Az Éva, az kb. 14-től
14-től van, hogy tűzön járunk együtt, és egyéb ilyen. És 14 után ugye bejött Attila a képbe, akinek volt egy olyan szerepe azon kívül, hogy azt mondták, hogy ők együtt jönnek át a tűzön. Na most szólok, az, hogy kézenfogva valaki átjön a parázson, az annyit jelent, ezt úgy hívják, hogy tűzkeresztség. És ezt a kapcsolatot földi erő nem választja szét, kivétel 2 évvel ezelőtt én, mert heteket kellett gondolkoznom rajta, mert szétmentek, mondjuk így, és egyszerűen nem sikerült nekik se az egyiknek, se a másiknak semmi. Bele jött teljesen szakrálisan ez a dolog, hogy kézenfogva átmentek a tűzön, akkor csak együtt, és hogy amit egyedül akartak, az nem jött össze. És ki kellett találnom, hogy itt ezen a helyen, hogy tudom szétválasztani őket, mert erre nincs recept. De hála jó Istennek megtaláltam, mert 2 pár is volt, most a másik párból egyik sincs itt. Igen. És akkor ezek szerint sikerült erről valamit mondjál. Igen, nagyon érdekes volt, mert volt bennem egyfajta pici félszés, hogy mivel meg kellett fordulni, tehát a közepéig el kellett menni kézenfogva. Márhogy a parázson? A parázson, egymásra szembe egymásnak hátat kellett fordítani, és úgy kellett a kezünket elengedni. És egy picit megcsípte a talpamat, és az övét is, de ilyen kicsit ilyen flegmán állt neki, hogy mi ez. És az övét is megcsípte, és megváltozott, más lett a kapcsolat a másik párnál is. Nagyon érdekes érzés volt, olyan volt, mint hogyha ha valami megszűnt volna, tehát mint egy gyász, tehát tényleg egy elválás volt. Tehát valaminek a megszűnése. Nem valaminek vége lett. Aminek vége lett. Átminősült, és olyan volt, mint egy tényleg egy elengedés, nem tudom másképp elmondani. Tehát nagyon meg kell gondolni, valaki egy ilyen szertartást akar, hogy összekötik egymással az életüket, így is. Mondjuk szakrálisan, mert, mert még akkor is a több életen keresztül, mert olyan erős kötelék, hogy nagyon nehéz szétszedni, és nem volt könnyű. Kitalálni, hogy mit kell csinálni. Így van, és megélni sem volt könnyű, úgyhogy aki át akar kelni, nagyon gondolja, úgyhogy párba összekötetni magát, mert igen erős szertartás. Én megtapasztaltam a saját bőrömön, nem kell magánykodni vele, mert nem jó érzés. Az elválás, nagy pofára esés volt. Hát, el tudom mesélni. Igen. És hála neked megoldódott, mert fájdalom. Hát okoztatok fejtörést, mint a filmen is látszik, igen. Igen. De hála jó Istennek elsőre jött a megoldás. Valaki ezt így gondolja, nagyon gondolja, mert nagyon erős kötés. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondtad, mert azt azért azt akartam mondani, hogy merem mondani, de kijelenthetem. Ilyet még itt Magyarországon egészen biztos nem, de máshol sem nagyon csináltak, hogy aki egyszer így átment és szétszették. Ilyen nem volt még. Nem is hallottam róla, és megélni is érdekes volt. És ezt azért kellett, hogy elmondjam, hogy aki ilyet, az nagyon gondolja meg. Mert bármi történhet az életben, és hogyha el kell engedni a másikat, mert az is egyfajta gyász, akkor nagyon át kell gondolni ezt a lépést. Hát igen, mert apró borsokat tud törni az ember óra alá. Hát nem csak a bort. Na és akkor most a tűzőjárás előtti, szer előtti tanácsokat hagyosztja ki. Van ennek, idáig is nagyon sok mágikus lépést csináltunk, nagyon sokan haragszanak rám ezért, hogy én mágiát tanítok. Na most azt el szeretném mondani nektek, hogy a mágia az nagyon, de nagyon régen sajátja a normális embernek. Attilához hagyj kapcsolódjak, hogy a mag népe, a magős, a mágus népe, az a mágia népe. Ha akarjuk, ha nem, letagadhatják. Mindenféle fekete mágiával vádolhatnak, meg engem is. Engem itt nem is olyan messze, egy kisvárosnak a görögkeleti papja. Egy elég érdekes, hát nem hiszem, hogy átkot szór, de mindenféle ördöginek elmondott. És akkor utána pofára esett, megkérdeztem, hogy ugyan miért. És amit ő csinál, az miért nem ördöki, amit én csinálok, az miért igen. Na mindegy, megbeszéltük. Egy a lényeg. A tűzőjárásnál,
És ezt direkt neked mondom, mert te hoztad föl. Ha valamit el akarok érni, és mondom az egyszerűbbet, fáj valamim, beteg vagyok, tudom, hogy valami, vagy csak tüneteim vannak, de nagyon nehezen tudok kimenni belőle, akkor a tüdőjárás előtt elmondom magamba, és magamba veszem azt, hogy azért megyek át a tűzön, hogy. Vagy azzal a szándékkal, a szándék az még jobb, mert az még nagyobb energia. Megyek át a tűzön, hogy meggyógyuljak, hogy összejöjjön, hogy barátom, barátnőm, tetterere, ez legyen, az legyen, megoldódjanak bizonyos élethelyzetek. Értitek? Ne felejtsétek el, mert nagyon nagy energia van a parás fölött. Nagyon nagy energia van a parás fölött, és ez a nagyon nagy energia ezt meg tudja csinálni. Az a bizonyos parásszőnyeg, amin át fogunk menni, az auránkból, az aurátokból kiégeti a szemetet, kiégeti azokat a sötét energiákat, amit ha lelépsz a parázsról, és utána, mert mindjárt elmondja Etika, hogy amikor felszabadul a parázs után, hogy akkor mit érez? Egy energiabomba robban föl végeredményben a napvonat csakrába, és sokszorosára nő az auránk. Azért szeretek ott lenni a tűz a túloldalán, mert én ezt akkor veszem. Jaj, jöjjön az energia, nagyon jó. Mit éreztél a múltkor, amikor átjöttél először? Én voltam az első, ugye? Aki átment a tűzségen, és elszántságot éreztem, és láttalak ott a túloldalán, és csak a szemedbe kellett nézni, és én azt is tettem, úgyhogy igazából nem éreztem semmiféle forróságot, én csak néztem a szemedet, és mentem, és amikor odaértem, bár akkor láttalak először, de megöleltelek, mert úgy éreztem, hogy meg kell. Egy olyan felszabadultság volt, hogy egyből átöleltem. Igen, de szerintem mindenki utána már. Nem rossz, nem rossz. Ez a nagyfokú bizalom, amit belehelyezünk ebbe az egész szertartásba, és a személybe, aki vezeti mindazt. Én annak idején volt már lehetőségem Mezőkövesden egy felhívásra, hogy elmenjek, de mindenféle akadály elém került, és nem mentem el. És Gyulánál gondolkodás nélkül átmentem. És azt hiszem ez jellemző most mindannyiunkra. Szóval a bizalom egészen biztos, hogy sokat számít, mert szoktam ilyeneket hallani, hogy úgy csinálnak tüzőjárást, hogy majd ő kiválasztja, hogy ki legyen vele szembe, meg nem is kell, hogy ő vele szembe legyen. Hát ha nagyon meg akar sülni, mehet. Tehát ez nem játék. 1300 fokos hőmérsékleten nem játszunk, egy másodperce se. Tehát itt azért felelősség van. Itt láttam én már mentőt kijönni ilyenekhez, tehát azért a kellő komolysággal kéne ezt fölfogni, annak ellenére, hogy tudom, hogy vannak olyan fogások, amivel nyilván meg tudjuk könnyíteni, ez 100%. Meg vannak olyanok is, amivel meg tudjuk nehezíteni. Mentem én úgy át tüzön, hogy nekem is megégett a lábom. Hát hogy azt higgyétek, hogy nem? De délután, 3 órakor, Erzsi majd elmondja, én nem mentem át. És augusztus volt. Nem csinálunk tüzőjárást, mert annál nagyobb hülyeséget nem lehet, ugyanis azok az energiák délután nincsenek meg, amik naplemente után itt vannak. És majd meglátjátok, te tudod, odaállunk mindjárt a tűz köré, és lehozzuk. És lejön az energia, tehát még több energia van. És az az energia oda megy a tűzhöz. Lehet majd látni. Egy nagy, mondjam azt, hogy szent, tehát egy szakrális érmény. Ilyen szempontból. Tehát ennek azért megvannak a stációi, nem úgy van, hogy ja, hát most majd itt van, tudom én, ilyet hallottam, hogy főzték a halászlevet, hú, hát tegnap a Gyula megcsinálta, majd megyek utána. El is esett abban a pillanatban, az első lépésben. Ez nem olyan, hogy fogom magam és az 1300 fokot csak úgy simogatom. Mert az nem megy. Na, tehát nem elfelejteni, hogy miért megyek át a tűzön. Ez egy hatalmas előny. Ilyen szempontból, amit tudunk szedni, mert a mágia, azt az előbb akartam mondani, nem mondtam el, a mágia az, hogy a természet erőit felhasználom a saját magam érdekében, mert van egy csomó olyan feladat, amit Isten igazából csak a természet erőivel, meg a saját erőim együttesével tudunk megoldani, mert külön-külön lehet, hogy nem megy.
És most, ha már tudjuk, igenis használjuk föl. Ez a lényege. Ez a tanítás, hogy igen, van ilyen. Igen, van ilyen. Megcsinálható. Na most, az a 10 perc még, ami kell nekünk. Mondtad, hogy a fiad ott van. Jól mondtad? Ott van? Ott van a ketten. Gyertek előrébb egy picit. Nagyon ja, hogy picike, én azt innen nem látom, elnézést. Oké, oké. Azt én nem láttam. És itt van egy hölgy, jól látod? Nem, majdnem. Az nagyon nem baj, hogyha nem látom a fejed, gyere már előre. Jó estét, kívánok. Jó estét, jó, hogy itt vagy. Szintén Zsolt, én igazából azért álltam szándékosan a körön kívülre, mert passzív résztvevője vagyok. Most tehát nem is akarod aktivizálni magad. Én most csak külső szemlélőként, aha, de nagyon érdekes egyébként, és azért nem állok bele úgymond ténylegesen a körvonalába, hogy az energiát, amit most úgymond itt gyűjtötök, azt ne törjem meg. Nem töröd meg, tudod, hanem... mert innen mondom, hogy nem olyan ember vagy, nem olyan energiákkal, tehát... Jó, akkor állok ide. Álljál nyugodtan. Köszönöm szépen. Legalább legyen pozitív. Jó, csak hát én itt ilyen elmosodott dolgokat látok, elnézést. Na, ja igen, még nagyon fontos, hogy tudjátok, ugye ez a múltkorinak is körülbelül a fele legalább, de lehet, hogy csak a harmada, ahányan voltunk. Detti, hányan voltunk a múltkos? Többen. Ugye? Mindegy, ez is jó. A Marcsit én megkértem, hogyha nem lesz annyira elfáradva hónap után, ugye hétfőn, mert akkor van a lapzárta, hogy most kivételesen rólunk írjon egy vezércikket ebbe az újságba. Úgyhogy keressétek a jövő héten, majd mindjárt megerősíti, vagy nem, ezt a lapszámot, mert érdekes lesz, és a múltkor, az Attila hol van, eltűnt? Ne ült, jelentem a lapszám. Ugye? Elfáradtam, kész. Egy picit álljál már fel, aztán nem izélgetlek. Hogy a Frajcán Zoli ne ücsörögjön itt egyedül. Frajcán Zoli, azt hittem, hogy alsz. Nem Attila bácsi, Attila itt volt ugye 2 éve is, és most megint megkérem, hogy akkor legalább ne egy cikk legyen, hogy az Attila próbálja meg az ő hatalmas fejével ezt a mostani történést, mert lesz mit még itt az éjfélig vagy hajnalig történés bőven, hogy egy ilyen kis, amit akkor írtál, hasonló stílusban is sikerüljön megjelentetni. Mit szólsz? Valóság és vízió együtt, ugye? Lehet ilyet, igen. Jó. 7-8 óráig. Jó? És közben elég, ha egyszer megmászom az Eiffel-tőr tornyot. A világon semmi gond nem lesz. Jó. Na, hát akkor... Jó. Összeszedem magam. Akkor körülbelül ennyi lenne. Loci bácsi, egyelőre hagyjuk úgy. A következőt kérném, hogy aki tüzön jár, most tovább nem szeretném húzni, akkor olyan összeállításban, hogy itt a tűz körül, majd valahogy belevesszük esetleg a helyeket is, csoportosuljunk ide, és hogyha lehet egy fiú, egy lányként, álljuk körül a tüzet, jó? Gyertek nyugodtan. Van annyi fiú? Nem kell, mindegy, levetetted, az nagyon jó, de nem kell még, mert nem megyünk át. Most csak gyere, nem bántalan, gyere. Nincs annyi fiú. A tűzőjára? Most már igen. Na, akkor gyertek ide, úgy nagyjából, gyerek egy gyerek. Lány. A Gusztáv menjen egyel arrébb, úgy van. Ide kérnénk egy hölgyet, mert... Nem megnyomjuk. Mindegy, egy kicsit tojás lesz, ott menjetek tovább. Erzsite, most ne okoskodjál, hanem álljál be a vezében. Jó, van, csak beállítottam a tűzre jó a kamerát. Csak ne hátra, mert akkor itt... Gyertek. Tehát ha lehet egy fiú, egy lány, legyen kevesebb fiú van nyilván. Béla, nekem kell fölülrakni most. Béla, neked jobbra. Oda. Jó, csak a kamerát. Mutatom, figyeljünk egy kicsit. Jobb kéz, tenyér lefele néz. Bal kéz, tenyér fölfele. Mindenkinek.
Jobb és tenyér lefele. Nagyon jó. És tenyér a tenyérhez. Nem jobb kéz lefelé, így. Jobb tenyér le, bal tenyér föl. Akkor most tudod a mehetek ér, jó? Jöhetek erre, mert akkor itt megvan mindegy, hogy az egyebben. Nagyon jó. Meg vagyunk? Akkor nem jó. Jó, jó. Jó, ne haragudjatok. Így, szíved, álljunk már. Jobb. Jobb tenyér lefele néz, bal tenyér fölfele. Nem jó volt az előtt. Tudom, hogy nehéz meg itt. Balt is megkülönböztetni. Megvan? Hello? Igen. Na. Akkor most legyen szíves, mindenki egy kicsit csendesedjen el. Jó. Vegyünk egy nagy levegőt, fújjunk ki a szárkon. Vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki a szánkon. Vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki. Megkérem kelet kapujának őrzőit, jöjjenek közénk, védjenek meg bennünket a rossztól. Megkérem a déli kapu őrzőit. Jöjjenek közénk, és ők is védjenek bennünket a rossztól. Megkérem a nyugati kapu őrzőit, hogy jöjjenek közénk, és védjenek bennünket. Megkérem az északi tornyok őrzőit, jöjjenek közénk, védjenek bennünket meg. Megkérem a szentjeinket, figyeljenek ránk, segítsenek bennünket. Megkérem nagy királyinkat, tátos királyainkat, tátosainkat, mestereinket, hogy itt és most figyeljenek ránk. És védjenek meg a rossztól mindenkit. Most az ómulással lehozzuk azt a frekvenciát, amelyik mindenkit föl fog emelni. Lesz egy próba ómulás, előéneklek, mondom így, aki régebben volt, tudja. Tehát az AOM-ot fogjuk kiénekelni, mondhatom, hogy egy próba ómot kérek. 1, 2, 3. Ez gyönyörű, és akkor most háromszor egymás után. 1, 2, 3. Gyönyörű. 1, 2, 3. És utoljára. 1, 2, 3.
energiát hoztuk le. Köszönöm szépen. Pillanatokon belül is szétszedjük majd a tüzecskét, mert a teteje ugyan nem éget le, de alatta ott vannak már a farozsak. Szépen neki lehet készülni. Ugye azt nem kell elmondanom, hogy mezitláb. Jó. Laci bácsi, a tetejéről szedd, de két oldalra ugye a vastagokat létszik. Onnan lesz majd az indulás. Két. Látja, lehet, hogy közelebb is. Közelebb hozzuk. A tetején még van. Ja, jó. Thank you.
ide? Ott nem azt tudod, nem. Hát a régyedünk nem úgy. Motrakszára van, nem baj a körülző. Na kérem szépen. Jó. Nosszikám, ezt a szúlódra vidd már oda, mert ez is tud kellene. Na ide kérnem szépen, akkor ide elé. Úgy akarták jönni gyerekkel? Érdekes lesz. Elsőre ne gyerekkel gyere. Ja, onnan, de ide kell nekem egy indító. Jó, rendben, oké. Akkor ide elém álljatok be, jó? Amilyen sorrendben gondoljátok. Akkor az Éva meg a Liza itt fogja, és aki olyan, azt nem kell engedni nyilván, főleg, hogyha gond van. Ide, sorba. Nem jöttök? Mert ez pillanatok alatt megtek azért. Na most a másik, ott láttam, szembe ne vakúzzunk, jó? Oldalról, mert az nem jó. Kinek adjuk oda? Oda le, Aknonának. Ide tehetjük fel, hogy felderítsen ilyen oda. Látik, ha nem jössz? Egyelőre nem. Akkor kijöttük először mögöttem. És ide visszajöttek és nézzetek a figurát, jó? Jó. Akkor most majd legyen? Aki akar jönni, az oda. Megyünk először? Igen. Legyen drága. Utoljára akartam menni. Nem? Jó. Én majd megyek, csak legyőzni Évike. Nem szabad arra, hát az önállat is semmit fogom fogadni. Utána jó Isten, hát van meg a bedőre. Ne vakulnál szemben, ez a lényeg. Nem értem. Na azért állok itt, hogy még egy utolsó ómot kérek. Egy picit elment az energia. Aki akar jönni, álljon be a sorba. A három legfontosabbat most arra hagytam, de kérek egy ómot, előéneklem az ómot, jó? Aum. 1, 2, 3. Aum. Föltesszük a kezünket, mert energiát veszünk. Rézsutosan van a tenyerünk. A legfontosabb, sehova nem néztek, csak az én szemembe. Pont. Teljesen mindegy, hogy mi történik, a túloldalon megbeszéljük. Rendes sebességgel nem kell futni, van, aki futni szokott, nem kell futni. Szépen rendes sebességgel, nem ódalogva át lehet jönni. Ennyi a kérésem, jó? Megyek előre. Nem kell, mert leszettem. Oh. Azért nem baj, hogy te gyorsan jött. Rakjál oda vizet. Itt van. Ja, igazad van. Tudod, amit... Igen. Nem beszélsz, de ez azért érdekes fa volt. Jó. Na, tessék.
érdekes mondom. Hogy hogy lelátod? Gyere! Magamat leszünk. Úgy. Te hozott. Nagyon jó. Egyre jobb lesz. Béla, rendesen. Rendesen. Mondom, hogy rendesen. Menjünk, várjál, indítom, hogy megyünk. De nem mentünk, hogy még nem. Jó, bocsod a várnak. Jó. Szemembe nézel, és semmi gond nem lesz. Szemem. Meleg különben. Bocsod a lábam, nagyon jó. Mondnak, hogy mit akarsz lerakni. Csak a Gyulát figyelj. Szemem. Ügyes vagy. Oh. Gyere. 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 Gondold el, miért jössz át, hogy gyerünk. Indulj. Gyere, nagyon ügyes vagy! Következő! Igen, hát nézd, jó. A köteleken én pérzem a temetést. Nekem kicsit egyszer elég volt. Szemembe nézd! Mondom, semmi gond, locsolt a lábad. A két lábujjam közé, az az egy kemmetem volt, az három lapom. Gyere szívem, szemembe nézel, gyere, ez nem játék. Ugye. Na ugye, végre, csak menjetek egy kicsit arrébb, mert itt helyet. Megvan, mit teszel. Na, doktornő, jöjjön. Jöjjön, úgy. Nem baj, locsolj. Locsolnék egy kis húzat. Ne locsolj. Igen. De ügyes sorak. Mondd a keresztem? Jó volt. Igen. Hát ha akarsz, akkor jöhetsz, mert nehogy az esélyt. Gyerünk, szemembe! Valaki nagyon ügyes. Hello, Palikám! Megvan, mit teszel, megítél. Jó, nem? Valam erre? Nem mondok semmit. Nem szabad érdezni, de nagyon jó. Ugye? Megvan, mit teszel? Meg többen volt. Gyere, Armand, ide nézel. Cső, már nekem mindegy, csak tegyőzni fog. Szemembe. Te hozott. Te is leteszed, ugye? Nagyon meg lehet csinálni. Ne féljél, leteszed ezt a nagyot. Nem lefeled. Csak a szemét. Csak az ő szemét, jó? Oda figyelj. Végig az ő szemét. Hát szóljon. És te hozott. Csak egy jó szemét nézett. És te hozott. Gyerünk, nem játék. Nem játék, és te hozott, tudja, hogy megvan. Jó. Amilyenek, hogy mozdul a lábad, ha nem még jó. Gyere, Pistám, ide nézel. Ugye, hogy ez van? De alá látod. Nagyon elszállt. Csak a Gyula szemében. Gyere. Hát te nagyon tudsz, mit tesz. Tessék jönni! Tessék jönni! Indulj! Nem a sima föld, azt azért mondtam. Igen, ez olyan? Nem
olyan, mint Bogolla. Jó, ennyi? Na még itt van egy izé, megszavazzátok a gyerekkel, hát jó? Nem. Nem. A vízzel önt lesz éppen, akkor mondom a következőt, hölgyek urak, figyelem, gratulálok mindenkinek, mert bámulatosak voltatok. Azt hallottátok, hogy a csapat megvan a hívva, tehát ugye együtt fölfele, mert megvan a hívva, te is van a csapat. Ha más nem ennyire tudod csinálni, akkor a hívata. Egy volt, kettő, gratulálok mindenkinek, mert másor volt. A farázs darabokat, amit úgy hívunk most már, hogy zsarátnak, gyógyító erejűek. Aki átment a tüzön, egy-egy marékkal nyugodtan ilyen magának. És ugyanis, hogyha ebben egy darabot, egy pár vízbe beletek, legyen az nátha, vagy egészen már beletek, hogy azzal az egy pár vízzel is felemegy. Tehát konkrétan most erről nem fogok annyit mesélni, de konkrétan a betegségeket így megszüntetni nagyon. De egy ebből van otthon egy pohárral. Nagyon érzelmes voltál. Magában szívta ezeket az energiákat, amiket éreztetek. Mindenkinek gratulálni. És akkor találkozunk a szönyvel asztalnál, de nem kell tűnni a lehetőséget. Ez a gratulálás. Jó volt? Ez a lényeg. Nagyon köszönjük. Nagyon örülök, hogy eljöttem. Marci! Gyere ide egy kicsit! Arra, gyere, azért nem lehet tudni, hogy mi van. Na milyen érzés volt tudom? Nem baj, ez bennem. Meg az összes többi, azért nyugodtan mondhatjuk hozzá, tényleg. Na most igen, majd azt el fogom mondani ott a kajánál, hogy hát az ugye úgy ez az amaz, tehát benne van a izé. Igen. Ez egy értelmű. Ez különben, ahol megszűnt a megjelenőre kurva, az az értelmű. Tudom, 300 állat. Mi vagyok a jó két. Nagyon ne szélegyünk szét, és hogyha máshol nem, az asztalnál találkozunk, kajánál. Jó, de máshol erre vigyázzam, mert majdnem belenség. Nem mit? Oké. Okay. Ezzel a talmat, is nem annyira rendszerű idáj. A miniszter meleg. Hát figyelj, ha nem megégetni között, mert tartan nem égetett meg. Én nekem ez Madridból jelent.
érti, hogy mit mondunk. Ez csak egy dolog, kérem a béke áramlik ki, Én el vagyok húzva, mert én éreztem, hogy itt van valami. Én belelestem, amikor lenéztem, és utána... Abban a pillanatban egy dőpne legyen. Hanem sűrű magyarként, kész, pontosan, emberi lélekkel, ennyi. Még egy bombi, összeszedem a koronát, mert... Én muskán berbúváld össze a csapatot, legyünk vacsorázni. Mérő mi? Édes. Amúgy ilyen édes készleg volt itt egész nap, hogy tudják. Persze, jó, persze. Nem vagy antam. Milyen volt? Jó. Egyelőre lerakjuk.